2005-ben már jelen voltam a Segélykoncept Fesztiválon, de valójában 2006 óta vagyok aktív részese az Artpool mindennapi életének. Én két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy mit jelent számomra az Artpool. Az Artpool számomra olyan, mint egy stúdió, ahol műhelymunka zajlik minden nap. Az a hely, ahol nem csak a technikai problémákat oldjuk meg mi magunk, hanem beszélgetünk az éppen aktuális, legyen az akár politikai vagy kulturális művészeti problémákról. Illetve az Artpool az kicsit olyan számomra, mintha egy ilyen posztgraduális képzésen vennék részt, hiszen olyan dolgokkal ismerkedtem meg itt, amelyeket az egyetemen egyáltalán nem, vagy pedig csak alig volt jelen az egyetemi oktatásban. Ezért nagyon-nagyon fontos az ismeretanyag, amely itt felelhető az Artpoolban és kutatható. Ezért számomra is, meg szerintem rengeteg sok kutató számára, akik idejönnek, ez a hely egy paradicsom. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, az pedig az, hogy a Gyurinak ez a technikai érzékenysége, illetve nagyfokú érdeklődése a technika vívmányai iránt, amely gondolom, hogy egészen a 80-as évekre nyúlik vissza, amikor ő már elkezdte az eseményeket dokumentálni, tehát először fényképezett, majd a koncerteket és egyéb beszélgetéseket rögzítette a hangfelvevővel, majd ezt a 90-es években felváltotta a videókamera, és ezek az eszközök mind a mai napig megvannak. És ezzel ő nem állt le, hiszen mind a mai napig az interneten keresztül ő böngészi azokat a legújabb technikai dolgokat, amelyekkel bővítheti ezt az Artpoolban levő eszközöknek a tárházát, legyen az akár egy kis miniatűr kameraállvány, vagy egyéb videófelvevő, vagy hangfelvevő rögzítő, amik nagyon praktikusak, hiszen a mai világban már egyre szuperebb kis dolgokat találnak ki a világon. És igazából ezért is mondtam azt, hogy az Artpool ez egy olyan, mint egy stúdió, ahol műhelymunka zajlik, hiszen ezekkel az eszközökkel még profibá tudjuk tenni azt a feldolgozási folyamatot, ami ideben zajlik.